2010-ben indult az egész, 2008-ban lényegében akkor építettük az üzemet. Eredetileg gyógynövény, teák, meg tintúrák készítésére indult, és mikor kikértük az engedélyt a pálinka gyártására, olyan tinktúrákat akartunk csinálni, aminek az alapanyagja gyümölcspálinka, akkor kiderült, hogy sajnos egy légtérben nem tudjuk készíteni mind a kettőt, és így maradtunk a pálinkánál. Én elvégeztem Magyarországon a kertészeti Corvinus Egyetemen, a Szent István Egyetem, most már nem is tudom milyen néven fut a pálinka szakmérnökit. Ez egy 2 éves képzés, ahol nagyon sokan olyanok voltak, akik már 20 éve főznek pálinkát, és szinte tőlük sokkal többet tanultam, tapasztalatot, meg lehetőségem volt pálinkát kivinni, és a saját termékeimet kóstolták. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt a környéken több mint 10-valahány fajta gyümölcs megterem. Mi általában abból főzünk, ami nálunk is megterem. Néha elmegyünk távolabbra beszerzésre, mert minden évben nincs gyümölcs, de zöméből abból készítünk pálinkát, ami megterem. Ez a szilva, körte, ezt az emberek bátrabban megmerik vásárolni, ha ajándékba is megy, de a különlegességek is fogynak, mint a som vagy csipkebúja, ami nagyon különleges, kökény, vadalma, amiből ritkán lehet látni a piacon házi berkenyét. Ideig 24 fajta gyümölcsből készítettünk, általában 12-14 fajta mindig van. Tehát ez mindig változik, hogy van egy termés, nincs termés, annak függvényében. Pálinka főzésnek a titkai, vannak bizonyos alapszabályok, amit be kell tartani. Ott kezdődik a jó gyümölcsel, a feldolgozással, az erjesztéssel, a lefőzéssel. Valaki egy nagy pálinka szakértő azt mondta, hogy elég 5%-on elroncs, és akkor már egy rossz pálinkád van. Tehát mindenhoz oda kell figyelni, és én azt gondolom, hogy ha valaki szívesen csinálja, és nem munkának nézi, hanem egy hobbiszerűségnek, vagy kedvel csinálja, akkor szép pálinkák tudnak születni. Azokból a gyümölcsökből, aminek nagy az aromája, nagy a cukortartalma, mint például a szilva, ezért főz mindenki szilvából, abból egy úgymond könnyebben lehet jó pálinkát főzni, bár azt is el lehet rontani. De viszont a vad gyümölcsökből, ahol kevés a cukortartalom, ott jobban oda kell figyelni, tehát ott szakértelem is nagyobb kell hozzá. De régebb elég sok helyre jártunk versenyekre azért, hogy teszteljük a pálinkáinkat. Ugye jött ez a járvány, itt most már kimaradtak a versenyek. Én szoktam járni bírálni is, úgyhogy az ember állandóan edzésben kell legyen, akár az órát, akár az ízlelését karbantartva, de mind a biciklizésre. Nem lehet elfelejteni, de minél többet biciklizek, annál jobban biciklizek. Itt is, ha folytonosan kóstolunk pálinkát, megnézzük másnak a termékeit, hogy milyenek, akkor azra szinten tudjuk tartani magunkat. Én azt szoktam mondani mindig, hogy egy jó pálinka akkor jó, hogyha számodra kellemes. Tehát, hogy mikor iszod, akkor nem éget, érzed a gyümölcsnek az ízeit, és főleg utána nem jön vissza. Tehát esetleg egy bökkenés erejéig a jó kis gyümölcs ízvilág az igen, de nem utána a rossza. Mivel székelyek vagyunk, szerintem örülünk, hogyha van egy brand, vagy van egy család, ahova tartozunk a termékeinkkel. Szerencsére elég sokan vannak olyanok, akikre büszkék lehetünk, olyan termékeket állítanak elő, hogy az ember szívesen fogyassza. Remélem, hogy a pálinkánk is egy a sok közül, sok székely termékes közül. Én azt gondolom, hogy ezt bővíteni kéne, sőt, szigorítani egy kicsit, hogy maga az a termék minőség,
az maradjon meg, és egy olyan brand legyen, akár egy skót whisky, vagy egy bármi a világban, hogy amikor lássák a Székely terméket, azt biztosan tudják megvenni, hogy az tényleg jó termék, és csalódás ne érjen. Saját magamnak kitűztem egy 5 éves célt, hogy 5 év múlva olyan pálinkákat tudjak főzni, amit bárki szívesen fogyaszt. Ez szerencsére azóta nem romlott a minőség, hanem ennél jobb. Tehát én mindig arra vagyok a legbüszkébb, hogyha ha valaki megkóstolja a pálinkát, és látszom az arcán, hogy az igen, ez finom. Tehát ennél nagyobb dicséret szerintem nem kell. Mindig a mértékletesség a fontos. Pálinkákban is vannak nagyon sok pálinkák, amik önmagában egészségre nagyon egészségesek. Például egy galagonya pálinka, vagy egy törkőpálinka. Az látható, hogy borvidékeken, ahol törkőpálinkát fogyasztanak, ott kevés a szívinfarktus, kevés az érrendszeri betegség. De azt mondom, hogy egy jó pálinka étel előtt étvágyat csinál, étel után pedig segíti az emésztést.